Jobb Rodi szerkesztő nevében is köszöntök minden kedves hallgatót. Én Szabó József vagyok, és ez itt a Világnézet. A mai témánk a BRICS csúcs lesz. Vendégünk a témában Stier Gábor, moszkvatér.com főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi történt az elmúlt három napban Dél-Afrikában? Johannesburgban az elmúlt három napban a BRICS integrációs szervezet platform tartotta 15. csúcs találkozóját. A BRICS egy betűszó, tehát öt országot tömörít, Brazíliát, Dél-Afrikát, Kínát, Oroszországot és Indiát. És ami a legfontosabb volt ezen a 15. találkozón, az az, hogy döntöttek a szervezet bővítéséről. Az eddigi 5-ről 11-re bővül a BRICS, hiszen 2024. január 1-én csatlakozik a szervezethez Argentína, Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek. Így a BRICS BRICS plusszá változik, hiszen ezt a betűszót nem lehet a végtelenségig növelni, már csak azért sem, mert nagyjából 40 ország áll sorban a tagságért. Ebből még a csúcstalálkozó előtt 23 már hivatalosan is beadta a kérelmét a csatlakozásra, a többiek így vagy úgy jelezték. Tehát olyan találkozó volt, amire nagyon-nagyon figyelt a nyugati média, a nyugati közvélemény, a nyugati politikai elit, már csak azért is, mert a BRICS az úgynevezett globális dél, a nem nyugati világ egyik bástyája, és kimondottan célja az, hogy megtörje a nyugat dominanciáját. Tehát új világrend épül, átalakulóban van a világ, és ebben az átalakulásban és a jövő világrendjében, a jövő geopolitikai egyensúlyában nagyon-nagyon fontos szerepet fog játszani a BRICS. Hadd mondjak néhány számot, hogy milyen potenciál rejlik ebben a szervezetben. A csoport most már a bővítéssel együtt, tehát 11 országot, hogyha nézzük, akkor a csoport a világ népességének több mint 45%-át tömöríti, ez 3,6 milliárd ember. Ezzel szemben a G7-ek országaiban a népesség 10%-a él. A BRICS 11 állama a földkerekség területének 30%-át foglalja el, tehát hogyha a területet nézzük, a hetek tagországai 16%-ot. Ez potenciál, de tévedés lenne, hogyha a gazdasági erőt nem néznénk. A világban megtermelt érték 37%-a a BRICS országaiból származik, és a G7-ek adják a világ bruttó GDP-ének 30%-át. Vásárlóerő paritáson számolt GDP 37,3%-a, 65 billió dollár volt 2021-ben a BRICS államaiban, ott keletkezett, és majdnem 29,9% pedig a hetek csoportjában. Hogyha az olajat nézzük, az olajkincset, a világ olajtartalékait, akkor 44,35%-ával a BRICS tagállamai rendelkeznek. No, ezt tudjuk, hogy a G7-ek olajkincsben, energiaforrásokban viszonylag szegények, tehát ők pedig 3,9%-át tudhatják magukénak. Szóval lehetne sorolni még ezeket a számokat, de mondjuk egy olyat is, amiben a hetek vannak előnyben, például az aranytartalék tekintetében náluk van nagyjából a világ aranytartalékainak fele, míg a BRICS államaiban 17%. Szóval egy szó mint száz, óriási potenciál rejlik ebben a 5, most már január 1-től 11 országban, és nem véletlen az, hogy aggodalommal figyeli a nyugati világ, hogyan szerveződik ez az úgynevezett nem nyugati világ, a globális dél, és tényleg ennek a szerveződésnek a magja valahol a BRICS és a Sanghájiak, a Sanghájai Együttműködés Szervezete. Említette már, hogy ugye most 6 új országot vesznek fel ebbe a kezdeményezésbe. Miért pont ezt a 6-ot, és a többiekkel mi lesz? Kezdjük azzal, hogy azért voltak viták a bővítés kapcsán, mert
A bővítést leginkább Kína és Oroszország támogatta. Kína azért, mert a szervezetet mindenképpen a nyugat ellensúlyaként szeretné fölépíteni, ezért hát minél több tagja legyen, minél nagyobb potenciál legyen benne. Oroszország pedig ezzel azt szeretné demonstrálni, hogy nem lehet Oroszországot elszigetelni. Ez egy komoly potenciál az, ahol Oroszország ott van, és nagyon sok barátja van, szövetségese van, stb. Stb. A másik három tagország, különösen India, tartott Kína túlsúlyától. Tehát, hogy olyan tagországokkal bővül, amelyek a kínai dominanciát erősítik esetleg a szervezeten belül. Hát azt tudjuk, hogy Kína hagyományosan nincs jó viszonyban India nincs jó, és viszont nincs jó viszonyban Kínával. Ugyanakkor ennek kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez nem akadálya az együttműködésnek. Tehát ez a szervezet, ez egy pragmatikus alapokon működő egyesülés, szövetség, és fő célja a világrend átalakítása, az amerikai hegemónia, illetve a nyugati hegemónia megtörése, és az, hogy ezek az országok, a feltörekvő országok, a fejlődő országok, az egyre nagyobb potent gazdasággal rendelkező országok több beleszólást kapjanak a globális ügyek intézésébe. Tehát folytatva a sor, tehát Indiának ezek voltak a fönntartásai, míg Brazília és Dél-Afrika azért óckodott kicsit a bővítéstől, mert ez az ötös, tehát az, hogy ők tagjai az öt alapítótagnak, hát bocsánat, az alapítók között nem volt ott Dél-Afrika, 2009-ben alapították a BRICS-et, akkor még csak BRIC volt. És na szóval ezek az országok az exkluzív helyzetüket, pozíciójukat féltették, mert ez alapozta meg többek között a regionális hatalmi helyzetüket. Ettől függetlenül ugye a bővítésről megállapodás született, és hogy miért ezek az országok? A bővítéskor nagyon ügyeltek, vagy láthatóan ügyeltek az ötök arra, hogy a világ minden régiója képviselve legyen. Mondok egy példát. Hát például Argentína nem tartozik a legjobb gazdasági, illetve pénzügyi állapotban lévő országok között, hogy finoman szólva sem, vagy 25 éve. Ugyanakkor hatalmas területű, tehát Dél-Amerika egy komoly országa, komoly súlyú és potenciáló országa Brazília mellett. Ez például nyitás a spanyol nyelvű világ felé. Mert portugál nyelven beszélnek Brazíliában, a spanyol világ, a spanyol nyelvű világ nem volt képviselve idáig a BRICS-ben. Vagy Irán, azon kívül, hogy komoly a gazdasági súlya, és még sorolhatnánk a geopolitikai helyzetét, a kultúráját, milyen ősi kultúráról van szó. Amellett ugye a síta világ vezető hatalma. Tehát az egyik az, hogy a regionális, a világ minden régiója képviselve legyen. A másik az, hogy a régiókon belül a regionális egyensúly ne boruljon föl, ne boruljon meg. Nagyon fontos volt az, hogy Afrika is képviselve legyen. Tehát a kontinens egyre nagyobb súllyal vesz részt a világ a globális ügyekben, egyre nagyobb a súlya, egyre nagyobb a verseny Afrikáért, és ezzel magyarázható az, hogy Dél-Afrika mellé fölvették Egyiptomot és Etiópiát. Fontos dolog még az, hogyha megnézzük például a Szaúd-Arábia felvételét, akkor ott egyértelmű az, hogy annak a térségnek vezető országa a világ egyik legnagyobb olajtartalékával rendelkezik. Mellette ott van az Egyesült Arab Emírségek, amely a világ egyik új pénzügyi központja. Tehát nagyon sok mindenre figyeltek. Figyeltek a kereskedelmi útvonalakra, a logisztikára,
Például itt adott esetben, hogy megnyílik a szervezet útja, vagy befolyása megnövekedik a perzsaöbölben. Tehát a bővítést ezek alapvetően ezek a szempontok irányították. Hogy miért nem vettek fel például mondok három olyan országot, amelyek óriási potenciája van, hatalmas országokról van szó, ez például Mexikó, Indonézia, vagy éppen Tájföld, és akkor bejön még egy harmadik szempont, vagy sokadik szempont, mert ezeket az országokat minden előnyük ellenére mellett még tartanak attól, hogy ezekben az országokban túlságosan erős az amerikai befolyás. Mexikó most éppen baloldali kormányával vitában van az Egyesült Államokkal, de úgy gondolták az ötök, hogy azért várjunk még egy kicsit, mert mi van, hogyha másik kormány jön, és akkor ez a trend megváltozik. Ugyanez vonatkozik Tájföldre, Indonéziára, tehát hogy kivárnak, és akkor itt van az a szempont, hogy ez a közösség, az úgynevezett globális dél ennek a bástyájaként a BRICS, mindenképpen Amerika hegemóniájának megtörésére törekszik, és ez szempont volt. Például Iránnál is szempont volt, hogy Irán az Amerika ellenes világnak egyik vezető hatalma. Tehát, és ezzel nagyjából akkor azt hiszem, hogy végig is vettük azt, hogy milyen szempontok mentén zajlott ez a bővítés. Engem az érdekelne még ezzel kapcsolatban, hogy ugye beszéltünk, hogy Amerika hegemóniáját akarják megdönteni. De ilyenkor bennem felmerül az a kérdés, hogy a BRICS-hez hogy nem lesz kínai hegemón, vagy hogy nem lesz orosz hegemón? Így van. Folyamatos a BRICS megosztására irányuló kísérlet. A nyugat érvei között, elsősorban az dominál, hogy miért lesz az jó, mint ahogy a kérdésben is elhangzott, hogyha az Egyesült Államok dominanciáját felváltja Kína dominanciája. Nos, az ötök idáig mindent megtettek azért, hogy ez ne legyen így. Tehát például India, itt az új világrendért folyó harcban, az úgynevezett globális dél vezető szerepéért, ott van Kína mellett India is. India is harcba száll ezért, a pozícióért. A bizonyos számítások szerint például a népességet tekintve meg fogja előzni 50 év múlva Kínát. Tehát most nagyjából egy helyen vannak, ugyanakkor a kínai népesség csökkenni fog, az indiai az marad, tehát India súlya ott van, tehát eleve ellensúlyozza Kínát. Oroszország a gazdasági gyengesége miatt nem jöhet számításba, hogy túl dominálja ezt a térséget. Azon kívül nagyon fontos megjegyezni, hogy Kína politizálása, Kína viselkedése idáig legalábbis más volt, mint az Egyesült Államoké. Sokkal visszafogottabb, sokkal inkább gazdasági úton terjeszkedik, nem akarja rákényszeríteni a saját rendszerét, a saját ideológiáját másik országokra. És itt ennek kapcsán meg kell jegyezni azt is, hogy ez az integrációs szervezet nem ideológiai alapú, pragmatikus alapú, és ezek a tényezők mind-mind ott együtt, és a belső egyensúlyok is legalábbis esélyt adnak arra, ha nem is mondhatjuk ki azt, hogy 100%-os garanciát, de esélyt adnak arra, hogy ez a szervezet, illetőleg a globális dél, az ne ugyanolyan Kína által dominált legyen, mint mondjuk a nyugati blokk, az Egyesült Államok által dominált, tehát hogy ne vazallusa legyen a többi ország Kínának. Annak ellenére, tehát a Kína, mindenki elismeri, hogy Kína lesz, nem Kína lesz, hanem Kína a vezető hatalom
ebben a térségben, nem csak ebben a térségben, hanem nem sokára a világban is, hogy az egyik vezető, de több számot, hogyha nézzük, akkor mutatót nézzünk, akkor már vezetőhatalom. Szóval Kínának vannak ellensúlyai ebben a térségben is, és tényleg nagyon fontos az, hogy pragmatikusan próbálják fölépíteni ezt a szervezetet. Mondom, annak ellenére, hogy Kínának egyértelmű vezető szerepe van, már csak azért is, mert ha még az ötöket nézzük, ami jelenleg öttagú a BRICS még, hogy Kína GDP-je több mint kétszerese, mint a többi négy országé együtt. Tehát az, hogy Kína a vezető hatalma ennek a formációnak, illetőleg a globális délnek, azt nem kérdőjelezi meg senki. Ugyanakkor például az új világrendet ezek az országok nem több pólusuként képzelik el, hanem több központunként. Tehát ez azt jelenti, hogy egy-egy régió élén egy-egy régió vezető országa dominál, és a régiók is egymás között valamiféle egyensúlyt próbálnak kialakítani. Elkerülhetetlen természetesen, hogy valahol fölöttük lesz Kína, mint ahogy a nyugati blokk, amelyik ugyanúgy megmarad, fölött ott van, meg vezetőként ott van az Egyesült Államok, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden esetre ez idáig sikerült kialakítani az ellensúlyokat. És amúgy ezt hosszú távon hogyan kell elképzelni? Meg fog maradni egy ilyen gazdasági kapcsolatként, vagy vannak olyan gondolatok bennük, hogy akár szorosabbra is kell majd venni a fonalat? Ez is egy vita kérdés, mert például India sokkal inkább megtartaná kizárólag gazdasági közösségként, a gazdasági együttműködés platformjaként, míg Kína, mivel az Egyesült Államok, illetőleg a Nyugat ellensúlyaként képzeli el ezt a platformot, ezért ez elkerülhetetlen így, hogy erősödjön a politikai hangja ennek a közösségnek. De ne felejtsük el, hogy az Európai Unió is kizárólag gazdasági közösségként kezdte, és a politikai közösségként később formálódott meg. Az én személyes véleményem az, hogy a politikai attitűd erősödni fog, ez minden ilyen integrációs szervezetben előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ugyanakkor a BRICS deklarálja, hogy alapvetően pragmatikus gazdasági együttműködés alapú, de ahogy növekszik a súlya, úgy nem tudja megúszni azt, hogy ne legyen erősebb a politikai attitűd is. És egy kicsit visszatérve a jelenkorra, most ugye felvettek 6 újabb államot, és ha jól tudom, akkor egy év múlva októberben Oroszországban lesz majd a következő ilyen csúcs. Kazanyban, igen. Igazából mi történik addig? Vagy hogy kell elképzelni, hogy felveszik ezeket az országokat? Hát feladat az bőven van. Hát egyrészt említettem, hogy vannak vitás kérdések. Azon kívül Oroszországnak, mint soros elnöknek a következő évben mindenképpen egyrészt el kell simítani a tagokon belüli jelenleg meglévő ellentéteket, tehát meglévő, de kezelhető ellentéteket. Azon kívül az új tagokat, itt 6 új tagról van szó, valahogy integrálni kell ebbe a szervezetbe, ez megint csak egy komoly feladat. Emellett ugye globális kihívásokra is reagálni kell folyamatosan, és ami már most is fölmerült a csúcson, és a bővítés mellett a másik fontos kérdés, ez pedig a közös valuta kérdése, a közös valuta megteremtésének kérdése. Tehát a dollárról leválás, ebben mindenki egyetért, különböző sebességgel szeretnének, tehát akik jobban függenek a jelenlegi pénzügyi és gazdasági világrendszertől, intézményektől, azok lassabban szeretnének, mert nem tudnak gyorsan leválni a dollárról.
míg Kína vagy Oroszország viszonylag gyorsabban válna le. Tehát ez is egy komoly feladat, hogy milyen legyen az a közös valuta. Ez a yuan legyen, egy új valuta, digitális valuta, sok minden fölmerül. Emellett mondom, feladatok vannak bőven, például az, hogy a csoportnak el kell mozdulni a biztonságpolitikai kérdések irányába is, hiszen ahogy arról beszéltünk, hogy a csoporton belül a politikai súlynak is, politikának is nagyobb szerepet kell kapnia, úgy a biztonságpolitikának is, hiszen minden ilyen szervezetnek vagy majdnem minden ilyen szervezetnek a sajátja az, hogy a biztonsággal is foglalkozzon, nem maradhat meg, vagy egy ilyen jellegű szervezet nem nagyon maradhat meg kizárólag gazdasági együttműködésként. Emellett még egy fontos feladat az, de ezek hosszú-hosszú távú feladatok, az, hogy ez a közösség, a úgynevezett globális dél kialakítsa a párhuzamos intézményrendszereket, globális intézményeket. Ennek például egyik példája az, hogy 2014-től már működik a BRICS fejlesztési bankja, amely már 33 milliárd dollár értékben visz projekteket, támogatásokat, 98 projektet visz támogat jelen pillanatban. Tehát, hogy ez az intézményrendszer bővüljön, egyre inkább kialakuljon. Hiszen másképpen nem lehet leválni az amerikai hegemóniáról, mert a világ jelenlegi pénzügyi gazdasági intézményrendszere az a nyugati, ezen belül is amerikai hegemónia alá van építve. Tehát feladat van bőven, és ezek nem egy évre szóló feladatok, hanem hosszú-hosszú évekre. És akkor ezzel elmondtam azt is, hogy az, hogy a BRICS valóban ellensúlya legyen a nyugati tömnek, a nyugati blokknak, ahhoz még idő kell. Hosszú az út, például a dedollarizáció, a dollárról leválásban. Hogyha azt nézzük, hogy mi a jelenlegi helyzet, itt néhányan kicsit többet gondolnak már most bele a BRICS-be, tehát a vélemények egyik csoportját így jellemezhetnék, míg a másikat, ezt inkább a nyugati blokkot jellemzi, az pedig az, hogy megpróbálják bagatelizálni az egészet, hogy úgyse lesz ebből semmi, meg belső megosztottság van, meg különben is azért nem a világ vezető gazdasági hatalmai. Szóval ez így nem igaz, de egy szó mint száz, tehát feladat az bőven van, és hosszú távú feladat. Tehát visszatérve a dedollarizáció, a dollárról való leválásra, hogy jelen pillanatban, hogy a feladat nagyságát érzékeltessük, például a SWIFT rendszerből a yuan mindössze 2-3% veszi ki a részét, miközben a dollár 41-42, az euró 36, mellette még ott van az angol font. Tehát ennek a tömbnek még rengeteg feladata van, de én úgy gondolom, hogy nagyjából 2030 körül már reális ellensúlya lesz a nyugati tömbnek. Egy kicsit így összegezve az elmúlt 3 napot, ezt a csúcsot. A Financial Times a csúcs előtt azt írta, hogy földrengésszerű változásokat hozhat ez igen, a csúcs. Igen. Ez igazából bekövetkezett? Szóval, hogy ahogy most mondta az előbb, lényegében fontos dolgokat kezdtek el csinálni. De akkor mondhatjuk, hogy tényleg földrengésszerű változások jöhetnek majd a 2030-ig? Nagyon-nagyon fontos változások zajlottak, de ezt én egy ilyen újságírói túlzásnak tartom, hogy földrengésszerű változások. Lerakták az alapjait a bővítésnek, elkezdték a bővítést, újabb lépés történt a dollárról leválás felé, újabb lépés történt az, hogy erősítsék a nemzeti valutákban az egymás közötti elszámolást. Rengeteg dolognak a kérdésben a kereteket teremtették meg a további fejlődéshez. Mivel olyan léptékű feladatokról, kihívásokról van szó, hogy ahogy ezt említettem, nem lehet egy év alatt, vagy egyik pillanatról a másikra megoldani. Ezért én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos volt ez a találkozó, mert az elmúlt másfél évben éppen az ukrán
Ukrajnában dúló háború következményeként is fölgyorsult a globális dél önmegformálódása, fölgyorsult a megerősödött a BRICS befolyása, a BRICS súlya, jobban odafigyel rá a világ, a nyugati világ, és nem véletlen ez a 40 ország, hogy körülbelül annyian állnak sorba a tagságért. Tehát nem okvetlenül földrengésszerű változásokról kell beszélni, hanem nagyon-nagyon fajsúlyos döntésekről, és olyan döntésekről, amelyek meg fogják adni szövetségnek a súlyát, de még egyszer hozzátennem, hogy ehhez nagyon sok, odáig még nagyon sok munka kell, tehát ez évekre szóló feladat. Még egy utolsó kérdést engedjen meg nekem. Mit fog ehhez szólni Nyugat? Amerika ebbe valahogy bele tud szólni? Ő tud nekik cselt vetni, hogy ne sikerüljön elérniük a céljukat? Mint már említettem, mindent megtesz a Nyugat, hogy megossza ezeket az országokat, hogy bagatelizálja ennek az együttműködésnek a jelentőségét. Ezt fogja tenni a továbbiakban is. Például óriási nyomást helyez Indiára, mert India gazdasági, pénzügyi függése elég nagy az Egyesült Államoktól, és ezzel megpróbálja lassítani a szervezet önformálódását, a globális dél önmegformálását, de csak lassítani tudja. Mondok egy példát erre. Például az már említett bank, a BRICS fejlesztési bankja jelen pillanatban fölfüggesztette az oroszországi projektjeit éppen a nyugati nyomásra, mert félnek, tartanak attól, hogy ezt a bankot is kilökik a jelenleg még megkerülhetetlen SWIFT rendszerből, a nyugati pénzügyi intézményrendszerből, tehát így tudnak nyomást gyakorolni, így tudják lassítani a BRICS fejlődését, a tagországok fejlődését, az együttműködést, de mint ahogy a találkozó utáni média visszhangok is mutatják, nyugati média visszhangok, egyértelmű, hogy ezt lassítani esetleg lehet, de megállítani nem. Egyértelmű. Hadd idézzek például néhány ilyen véleményt. Az Independent úgy fogalmazott, hogy a BRICS bővítése lépés afelé, hogy a globális dél erősebben hallathassa a hangját. A VSI szintén Xi Jinping és Vladimir Putin győzelmét hangsúlyozta, mert ugye említettük, hogy a bővítés kérdésében a kínai és az orosz vélemények szerint alakultak a dolgok inkább. És tehát egyértelműen úgy látja a nyugati média is, hogy mindenképpen erősödik ez a blokk a nyugattal folytatott konkurenciaharcban. Még egy európai véleményt például, hogy a Berliner Zeitung például már arról ír, hogy ez az Európai Unió veresége is, az Európai Unió vezetőinek veresége is, hiszen egyértelműen megmutatta, hogy Európa még inkább marginalizálódik. A világ két pólusa, ha kettőben gondolkozunk, de ahogy említettem, azon belül több centrum lesz. A nyugati mellett egyre inkább, egyre erősebb a globális dél, és megkerülhetetlen, egyre inkább megkerülhetetlen. Tehát továbbra is próbálkozni fog a nyugati világ azzal, hogy megoszta ezeket az országokat, hogy lassítsa a globális dél formálódását, de azt már most látják az elemzők, a nyugati elemzők is, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Stír Gábornak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a figyelmet.